Ez az endoszkóp, amelyet a betegbe vezetünk be, ez a képfeldolgozó rendszer, és erről a kis szerkezetről van szó, amely széndioxidot adagol. A tükrözéses vizsgálatoknál korábban sima légköri levegőt fújtak a vastagbélbe, hogy a redők kisimuljanak és jól láthatóvá váljon az adott bélszakasz belső fala. Tanulmányok igazolták, hogy a levegő helyett előnyösebb széndioxidot használni, mivel az a nyálkahártyán keresztül gyorsabban felszívódik, a beteg hasa kevésbé puffad, feszül. A második előnye az, hogy a bélben csak ott tágul ki a bél, ahol éppen a beavatkozásokat végezzük. Tehát nem fordulhat elő, hogy adott helyen mondjuk egy polip eltávolítással eltöltök negyed órát, fél órát, és a befújt levegő esetleg egy fél méterrel odébb egy meggyengült bélfalon kiszökik a hasüregbe. Az országban elsőként a szombathelyi endoszkópos laborban alakították ki a praktikus és biztonságos vezetékes széndioxid vételi lehetőséget, így nincs szükség palackra. Naponta nagyjából 30, évente 7000 vizsgálatot végeznek itt. A gasztroenterológia a belgyógyászat eszközigényes területe. Egy endoszkópos torony értéke 50 és 100 millió forint között mozog. A kórház az elmúlt 10 évben 150 millió forintot költött a részleg fejlesztésére. A kórházban nagyon komoly onkológiai tevékenység folyik. Ez diagnosztikai és terápiás tevékenység, és ezeknek a daganatoknak egy jelentős százalék a gasztroenterológiai eredetű, és a daganatos betegek diagnózisába, kezelésébe megpróbáljuk a legmagasabb színvonalat nyújtani. A Zsámbéki Pál Belgyógyászati Alapítvány rendszeresen segíti az osztály működését. Tavaly 4 millió forint értékben adományoztak betegőrző monitorokat. Idén 30 éve, hogy elhunyt az alapítvány névadója, az osztály egykori főorvosa.